Küzdelmes idényen van túl az Eltebe, az Új Buda alcsoportos női kosárlabda csapata, amely nem került be a legjobb nyolc közé. A játékosoknak sem volt egyszerű dolga, köztük Barnai Juditnak sem, aki sérülés is hátráltatott az idényben. Az előző szezon mérlegét és a várható jövőt a korábbi válogatott centerrel beszéljük meg. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Két győri év után tértél vissza Budapestre, az Eltebe, az Új Buda gárdájához. Milyen tervekkel a? Igen, hát szerettünk volna ugye a legjobb nyolcba kerülni, azért az elég rég volt már a beac történelmében, ugye, hogy a legjobb nyolc volt, és ezt mindenképp szerettük volna elérni. Sajnos egy ponton múlt, és azért az elég fájó pont volt ott nekünk. Utána már össze kellett szednünk magunkat a play hogy akkor ott viszont nyilván a legjobbat hozzuk ki magunkból, és így jó szájízzel érjen véget a szezonunk. Neked sem a legjobban indult ez a szezon, hiszen boka sérüléssel bajlottál, néhány meccset a szezon elején ki kellett hagyni, mennyire befolyásolta ez az idei teljesítményedet? Azt kell mondjam, hogy szerintem ö, úgy nem zavart, hogy hát hogy mondjam, ez is így rosszul jön ki, nem zavart, tehát nyilván egy sérülés soha nem jön jókor de az ahhoz képest, hogy milyen sérülésem volt, ugye már eltört a bokám, alám léptek sajnos a mérkőzés alatt, és teljesen kifordult a bokám. Egy hónap alatt vissza tudtam jönni, és utána egy Miskolci győzelemmel ünnepeltük, úgyhogy azért így végül is jó visszatérés volt. Hát majdnem, hogy az volt a szezon csúcspontja a igen. csapatnál is, meg neked is, nem? Igen, Tehát az egy szuper van. meccs volt. Így van, igen, igen, utána egy Pécset is megvertünk, úgyhogy azért az egy jó sorozat volt ott. És mi az, ami szerinted hiányzott idén a csapatból? Miben kellett volna többet nyújtani? Én azt éreztem, hogy picit rágörcsöltünk arra, hogy ott volt a lehetőség, hogy ugye nyolcba kerülhessünk, mert ugye pontosan ezekkel a győzelmekkel, ugye azt, hogy nem csak egyszer sikerült, hanem utána ugye megvertünk egy győrt is akár. Tehát ezek mind olyanok voltak, ami azt mutatta, hogy nagyon jó úton haladunk, és utána, amikor már ott volt, hogy van esélyünk, és nagyon nagy esélyünk van arra, hogy nyolcba kerüljünk, akkor úgy, úgy rágörcsöltünk el, és picit úgy, úgy feszült a csapat a mérkőzéseken, hogy most, hú, most ennek meg kell lenni, akkor tuti nyolcba vagyunk, és én picit ezt éreztem, hogy így minden meccs előtt már sokkal-sokkal stresszesebbek voltunk, és talán ez nyomta úgy rá sajnos a bélyeget. Hogyan értékeled a saját teljesítményedet? Ugye lepattanózásban, negyedik dobás a harmadik legjobb mutatót produkáltad, és ahogy néztem a pontátlagot, ennél egyszer voltál pont erősebb eddig pályafutásod során? Bennem azért van így hiányérzet már, hogy a sérülésből adódóan is, mert ugye nekem volt sajnos még így a február március időszak alatt is egy ilyen kisebb problémámat érdemel, amit így sajnos később derült ki, hogy egyébként egy nagyon egyszerű módon meg lehetne úgy gyógyítani, hogy ne fájjon, vagy ne zavarjon a mérkőzések vagy az edzések alatt. Ö, sokkal több volt én azt gondolom bennem, és, és ezért azért így nekem hiányos ez a szezon kicsit. Mennyire lepett meg téged Balogh Judit távozása? Nagyon, de azt gondolom, hogy ez nem csak engem, hanem mindenkit meglepett. Utána volt egy mérkőzésünk, amikor hát őszinte azt mondom, nem csak én, hanem így a csapat sem tudta, hogy már az előre, is az látszott is rajtunk. Üh, nem számított rá senki, és üh, utána már azért úgy összekapni magunkat arra a play-out -e, mérkőzésekre nagyon-nagyon nehéz volt, de hát nyilván sportolók vagyunk, mindig jönnek ilyenek, ezzel kellett tovább lépnünk. Esetleg menet közben is felmerült már a távozás gondolata? Már nem az, hogy menet közben lépsz tovább, hanem hogy a szezon végén máshol folytatod. Amikor a bubut elküldték, mm -hmm. akkor már azért valamennyire úgy talán így megfogalmazódott bennem, hogy hogy ö, nekem ugye nevelő egyesületem volt a beac, meg a bubu is. Uh -huh. És én ugye ott kezdtem mindent. Utána én ugye onnan mentem már el ö, vidéki csapatokhoz, tehát, hogy nekem mindig a szívem csücske volt, és marad is. De valahogy, amikor úgy a bubut elküldték, akkor kicsit az úgy, úgy megtört bennem. És akkor utána már így elkezdett megfogalmazódni, hogy hogy picit lehet, hogy megint újra olyan magas szinten játszani, és olyan izgalmakat, és olyan célokat kitűzni magam elé, amiket mondjuk már így a győri szezon után mondjuk elengedtem, azt így újra visszaraktam magamba, hogy de kellene, még van bennem több, még van bennem annyi, és akkor így jött az, hogy akkor váltsak. Milyen opciók közül válogathattál, milyen lehetőségek merültek fel? Volt a vidékről is egyébként megkereséseim, szerettem volna őszinte leszek Pesten maradni, és akkor ugye így jött az, hogy a, a csata megkeresett, és akkor így megbeszéltük a, a dolgokat, és teljesen jó volt az, amit ők is úgy célul kitőztek, kitűztek maguknak, és nekem ez nagyon tetszett, tehát hogy az, hogy ugye Európa Kupa ugye újra tehát, ugye az is megint, hogy nemzetközi szint, őszinte leszek nekem, bennem van az, hogy sajnos az, hogy ugye a Betty sincsen most a válogatottba, uh -huh. esetlegesen akár az, hogy ténylegesen egy olyan szezont fussak, hogy, hogy talán visszakerüljek az ötöt válogatottba is, tehát bennem ezek most így újra ott vannak bennem, így, így fellángoltak, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Ehhez viszont játszani kell, hogy így valaki van. visszakerüljön a válogatottba, nem? Igen, igen, igen. Ö, korábban ugye rövid időre megfordultál már a csata együttesénél, most milyen érzésekkel térsz vissza? Ö, nagyon jó volt egyébként oda újra visszamenni, vagy amikor leültünk ugye ott a vezetőséggel beszélni, akkor pont ezt beszéltük, hogy valami ott úgy felbe maradt, Ugye az egy ilyen félszezonom volt. Ö, ugye akkor jött a Győri, és én ott azt ki volna próbálni, de mondtuk, megbeszéltük, hogy itt most szeretnénk akkor ezt végigvinni, ezt a folyamatot. Uh, ugye nagyon fiatal edzője van Tursics Krisztián személyében a csata együttesének. Ha jól rémlik, akkor vele már találkoztál az előző időszakban is. Uh, mennyire furcsa ez a helyzet, hogy nagyjából egy korosztály vagytok, és hát egyikőtök sem nagyon idős? Szerintem ez jól tud kijönni pont ezért. Én a fél évben, mikor ugye ott voltam is, azt gondolom, hogy ez tök jó, mert talán jobban úgy meg lehet beszélni vele dolgokat, nyitottabb ugye azokra a dolgokra, beveszi az új dolgokat is, amiket ugye ő mondjuk így tanul folyamatosan, ő is ugye, hogy többet van mb 1 edzőként, ugye rutinosabb lesz ő is. És azt gondolom, hogy ez így szerintem tök jó. Mire lehet képes szerinted a csata a következő esztendőben? Hogy látod, ugye voltak azért távozók is, tehát azért változott a keret? Ezt mindig, amikor már ugye elindul egy szezon, és lehet látni a többi klubokat is, hogy, hogy ki hogy fog fölállni, akkor azért ugye, ahogy játszod a mérkőzéseket jobban, látod már azt, hogy mondjuk hova tudod magadat rakni, Ú, így csapatilag. Én, én nagyon remélem, hogy minden jobb helyezést fogunk elérni, és, és tényleg egy olyan budapesti csapat leszünk, ami ott van a topba. És mennyi játékperc, mennyi pont, mennyi lepattanó jut Barnai Juditnak ebben az idényben a következő szezonban? Ez mind rajtam múlik, meg a munkámon, ami tud leteszek az edzéseken is, aztán utána, hogy a mérkőzéseken meg tudja mutatni. Nyilván, hogyha egy olyan játékos van a pályán, aki használható, azt ugye nem lehet úgy levenni a pályáról, mert az hasznos. Úgyhogy ezt szeretném ezt fenntartani a pályán, majd a meccseken. Mennyi időre tervezel most a csatánál? Hát hosszú távra gondolkodok, uh -huh. úgyhogy remélem, hogy ez így is fog maradni, hogy ők is látják azt, hogy stabil leszek ott náluk, és egy olyan hasznos játékos leszek ott, akik, akit szeretnének megtartani. Úgyhogy hosszú távra természetesen kipróbáltad magad már vidéken, játszottál több fővárosi klubban. Most ugye az utóbbi időben azért elég sok magyar kosaras kipróbálta magát, vagy kipróbálja magát külföldön is. Neked esetleg megfordult a fejedben, hogy azért jó lenne valahol külföldön is játszani? Nagyon-nagyon sok kérdést kaptam már egyébként ezzel kapcsolatban, hogy szeretnék-e külföldre menni. Én annyira szeretek itthon játszani. Ö, valahogy én nagyon Magyarország orientált vagyok, és, és, és nem szeretnék innen őszinte leszek elmenni. Ö, vannak top csapatok itt, és én azt gondolom, hogy hogy ez, ez bőven megüti azt az európai szintet, hogy nekem nem hiányzik az, hogy kimenjek külföldre. Az előbb már egy picit szóba került a válogatott, hogy látod ezzel kapcsolatban az esélyeket? Hát azért egy határbeti nyilván nem pótolható, de be a válogatottba, amilyen fiatal és amennyire küzdő hajtó, amit én látok rajtuk, hogy tényleg mennyire csúsznak, másznak a pályán, szerintem bármire képesek, és én nagyon-nagyon szurkolok nekik, ha az most éppen nélkülem vagy, vagy velem lesz, szerintem bármire lehet képes ez a csapat. Hogyan zajlik a nyári pihenő, mennyi pihenőd van ilyenkor egyáltalán? Most ugye én májusban voltam a 3-3 válogatottba, júniusban teljes pihenőt tartottam, mert úgy gondoltam, hogy ez nekem így kell. Egy ennyi idő után azért már így kiismertem a testemet, hogy tudom azt, hogy ez kell ez az egy hónap pihenő. Most már elkezdtem magamtól az edzéseket, ezt a júliust így viszem végig, és akkor augusztustól most már a csatával kezdjük az alapozást. Milyen munkára számítasz, mennyire lesz kemény ez a felkészülési időszak? Fú, hát kőkeményre mondták, hogy a futócipőmet azt többet szerezzek be, mert rá fogjuk kaptatni, úgyhogy ez az adódal aggodalmaim, de, de ezek, ezek, így vannak. Hát az alapozás ugye az azért van, hogy felkészüljünk a mérkőzésekre, és az sem heti kettő lesz, tehát ott már nem lehet úgy edzeni, úgyhogy azért kemény alapozásra számítok. Hát akkor jó munkát, Judit, köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál, és sok sikert a csatánál. Nagyon szépen köszönöm.